Sziasztok, Szepty Lányok! Üdvözlök mindenkit! Én Patrik vagyok, és ebben a mai videóban az IGN-IGN-es portrányról szeretnék beszélni, vagy drámáról, ami most jelenleg zajlik. Twitteren, és ki szeretném kérni a véleményeteket, hogy mit gondoltok róla, illetve egy kicsit bele szeretnék merülni és elemezni, hogy ez pontosan miért van, mitől lehetséges ez, és hogy mennyi valóság alapja van, azt nagyon fontos, hogy a videó elején leszögezni, hogy ez kizárólag az én véleményem, természetesen ez nem jelenti azt, hogy a valid, de nem jelenti azt, hogy így van, ezt nagyon sok dolog befolyásolja, de kíváncsi vagyok, hogy ti a komment szekcióban mit gondoltok, de először is, még mielőtt belevágnánk a videóba, mindenféleképpen beszéljünk arról, hogy pontosan mi a Black Meat Wukong, milyen vita zajlik körülötte, és hogyan kapcsolódik ez az IGN, úgyhogy nézzük is meg pontosan, hogy ez micsoda. A Black Meat Wukong körüli botrány több tényezőből fakad, melyek közül a legnagyobb visszhangokat az IGN cikke váltotta ki. Ebben a cikkben a fejlesztő Game Science studio vádolták meg azzal, hogy szexista mivel több munkatársuk állítólag nőellenes és helytelen megjegyzéseket tett online felületeken. Ezek a vádak nagy felháborodást váltotta ki, különösen nyugaton. A helyzet tovább fokozódott, amikor a Black Meat stúdiója egy nyilatkozatot küldött ki a streamereknek, illetve a videósoknak, hogy pontosan miről nem beszélhetnek a videókban, illetve a streamek se a kapcsolatban. Itt kitértek arra, hogy semmiféle propagandista, feminista erőszakkal kapcsolatos dolgot nem említhetnek meg sem videók, sem streamek során. Továbbá az ign azzal is megvádolták, hogy helytelenül fordították le a Game science köthető nyilatkozatokat, ami félreértés szült. A fordítót állítólag nem is fizették ki a munkáját, ami további kritikákat és utálatot hozott az oldalhoz. És akkor következzen a mostani vita, ami szintúgy az AGN-nel kapcsolatos. Nagyon sokan megvádolták az AGN-t azzal, hogy hamisítja a jelenlegi Game of the Year szavazást, ugyanis több képet is beküldtek Twitterre, illetve szerte az interneten videókat, képeket küldözgetnek be, és folyamatosan posztolják, hogy ugyan hamisítják a szavazást. Egyes posztokon, képekbe, videókban az látható, hogy az AGN oldalán a Game of the Year szavazáson 90%-80% fölött van a játék, majd hirtelen egy órára rá, egy fél órára rá, vagy Másnapra már fele annyi szavazatnál tart, vagy töredéknyi szavazatnál tart. Ez folyamatosan változik, fel-alá ugrál. Itt be is vágok nektek képeket, mint azt láthatjátok. Én nem tudom ez alapján megállapítani azt, hogy ez hamisított, nem hamisított. Mindenféleképpen kíváncsi vagyok a ti véleményetekre. Írjátok le a komment szekcióba, de mint láthatjátok, éppen ezen ég a Twitter. És akkor jön pedig nem más, mint a Sweet Baby INC, ami egy cég, ami igazság szerint most részletesen nem fog belemenni, hogy mivel foglalkozik. A lényeg az, hogy videójátékok fejlesztésének így adnak tanácsokat, adnak ötleteket így megvalósítás terén, hogy hogyan lehetne 2024-es standardoknak ugye ezt megtenni, most ebben részletesen nem mennék bele, tehát ők, ők, nem játékfejlesztők, ők nem programozók, ők tanácsokat adnak, hogy hogyan és mit kéne csinálni a játékban, ami a 2024-es vagy a jelenlegi standardoknak megfelel. A Black Vukong Wukong ezt a céget elutasította, hogy nem kíván ezzel a céggel együtt dolgozni, és így jön egy ilyen szóbeszéd, egy ilyen plecska hogy a cég hát le akarja járatni a Black Mick Wukongot, így hát elkezdte terjeszteni a véleményező cikkeknek, gémmagazinoknak, mint például az IGN, hogy bizony negatív dolgokat a játékok kapcsolatban, így hát az IGN, mint a videó ellen is láthattátok, írt egy cikket a játékról, ahol nőgyűlölőnek nevezte, és a többi, és a többi a Black Vukongot. Nagyon sokan úgy vallják, hogy ezt a Sweetie Baby INC miatt tették meg. Ezt mindenki döntse el magának, mindenki nézzen utána. Egyébként Zekinek a leírásra be fogom rakni a videóját. Szerintem én nagyon részletesen kifejtette ezt a témát. Érdemes mindenféleképpen lecsekkolni. De a lényeg az, hogy ez is egy problémás kis dologként írható fel az IGN számára, hogy lehet, hogy közük van a Sweet Baby ENC hez lehet, hogy én nem, ezt pontosan ténylegesen nem tudom megerősíteni, se megcáfolni, de az biztos, hogy az interneten szinte mindenki erről beszél, előbb pletykál. Srácok, lányok, ne felejtsétek el leírni a komment szekcióba, hogy nektek mi a véleményetek erről a botrányról. Szerintetek az IGN tényleg hazudik és tényleg meghamisítják a szavazásokat? Illetőleg hogy mit gondoltak a Sweet Bibi INC-ről, illetve mit gondoltok a nő gyűlölet? cikről, vagy nő gyűlölköző cikről az IGN-nél, írjátok le a véleményeteket, viszont itt a videóban szeretném mindenféleképpen hangoztatni és kijelenteni, hogy én nem szeretném sem lejáratni az IGN-t, nem szeretném sem bántani az IGN-t, vagy az ott dolgozókat, én ténylegesen ezt nem tudom sem -e megerősíteni, sem megcáfolni, ennek a videónak az lett volna a lényege, hogy összeszedem jelenleg ezt az úgynevezett drámát a Black Make Wukong, illetve az IGN körül, lefordítom nektek magyarra, és megpróbálom elmagyarázni, úgyhogy nem foglalok semmit véleményt, sem ott, mert jelenleg én nem tudok megerősítő pontos tényállás szerint véleményt alkotni, így nem szeretnék butaságot mondani, tehát szeretnék megkérni titeket is, hogyha esetleg valami nézeteltérésetek van, vagy nem értetek egyet az IGN-nel, akkor nagyon szépen meg kell titeket, a sem a komment szekcióban, sem pedig semmilyen ign YouTube csatornán, Twitteren, vagy bárhol légy szíves, kultúráltan és normálisan fogalmazzátok meg a véleményeteket, tehát semmiféleképpen ne legyen gyűlöletkeltő, szidalmazó komment a komment szekcióban, mert azt törölni fogom. Nagyon szépen köszönöm, srácok, lányok, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, ületkozzatok fel, ide a videó végére pedig bevágom a csatornát a tagokat. Nektek nagyon szépen köszönöm, srácok, lányok, a támogatást. Hatalmas pacsi mindenkinek, aki csatorna tagságot vásárolt, illetve támogatott bármilyen úton, módon, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek. Hála nektek tudok videókat és címeket csinálni napi szinten, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm. Ha szeretnétek ti is csatorna tagságot vásárolni, a leíráson megtaláljátok a linket, akár már 200 forintért is tudtok, illetve ha a Discord-dal össze van kötve a YouTube, Discord szerveremen is kaptok külön egy csatorna tag rangot. Srácok, lányok, Találkozunk a következő videóban, addig is! Sziasztok!